Pécs gazdasági szerepe az elmúlt évtizedekben visszaesett, de a vállalkozások stabilitása és a külföldi befektetők érdeklődése továbbra is jelen van. A pécsi cégek jelentős része hosszú élettartamú, írja elemzésében az üzletem.hu. A gazdaság annyival komplexebb, hogy egy darab mutatóval nem lehet a gazdaság fejlődését leírni. Tehát a térség, ha lassan is, de megindult a fejlődésnek, azért sokáig az összetett mutatókban GDP, külföldi működőtőke, ipari teljesítmény, építőipari beruházások sorolhatnám. Hát az utolsó megyék között voltunk, most ilyen 14.-15. helyre sikerült felzárkózni. Reflektált a Pécs Aktuálon is megjelent cikkre a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Rabszabolcs azt mondja, jól látható jele van, ha egy térség fejlődési pályára lépett. Nagyon sokan a vállalkozóink, az üzleti közösség tagjai közül, amikor följönnek a kamarába, és itt az 5. emeleten gyönyörű panoráma fogadja őket, akkor beszélgetünk a helyi gazdaságról, és nagyon sokan azt állítják, és nem az építőiparból, hogy valójában egy térségnek a fejlődését a daruk számával például kitűnően lehet mérni, értékelni, fémjelezni. Most, hogyha kinézünk az ablakon, akkor emlékeim szerint egy darab daru áll most a városban, és ez évek óta így van. Nemrég európai összehasonlítás is megjelent arról, hogy a különböző szektorokban hány új vállalkozás kezdi meg működését, illetve mennyi megy tönkre. Mindez országokra lebontva, mondja a főtitkár. A helyzet Európában az utóbbi másfél-két évben drámai. Németországban az ipari cégeknél 15-20%-kal nő negyedévről negyedévre a csődök száma. A magyar gazdaság elég erősen rá van kötve a német gazdaságra. Ez a hatás egyébként érződik most már nálunk, tehát a legnehezebb helyzetben lévő szektorok alapvetően a feldolgozóipar, gépipar, elektronikaipar, építőipar és a turizmus, szálloda, vendéglátás szektor az továbbra is döcög. Nem volt szegényeknek elég a Covid, az energiaválság, a megnövekedett alapanyagköltségek, a munkaerőköltsége. Hát a fogyasztók is fogynak. Rabszabolcs szerint óvatosabbak a fogyasztók a jelenlegi háborús helyzetben. Jobban vigyáznak a megtakarításaikra, és kevesebb a fogyasztás. Ez azonnal lecsapódik a szolgáltatóiparon, vendéglátáson, turizmuson. Ennek a helyzetnek kell megváltoznia, hogy a térség gazdasága is nagyobb bevételekhez jusson.